ezek bundásnak, jól vagyok dolga, mert megházasodni nem akar soha. Még 3 évvel ezelőtt készült ez a felvétel a Bonyhádi Református templomban. Akkor a Szaggató Együttes Karácsonyváró koncertjén telt meg a templom. Idén azonban a járvány miatt nem szervezhetnek ilyen műsort. A lelkész most stábunkkal osztotta meg ünnepi gondolatait. Kedves testvérek, az adventi öröm üzenet ma a Szentírásból a Máté írása szerinti Szent Evangélium első részének, a 20. és 21. verséből szól hozzánk a következőképpen. Íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, a Szent Lélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Kedves testvérek, kétségtelen, hogy Mária mellett József is fontos szerepet játszott az Isten tervében, fontos szereplője az adventi eseményeknek. Ezt mutatja az is, hogy Isten angyala Józsefhez 3-szor egymás után jön, hogy valamilyen fontos üzenettel megszólítsa őt. Józsefnek pedig újra és újra feladatokkal, küldetéssel kell szembenéznie. Olyan feladatokkal, amit ő egyáltalán nem tervezett, a legkevésbé sem kívánt, de Istennek engedelmeskedve mégis megcselekedett. Először is oltalmába kellett vennie egy várandós nőt a születendő gyermekével együtt, aki nem tőle származott. Aztán pedig azt a parancsot kapta Isten angyalától, hogy hazáját elhagyva meneküljön Egyiptomba, Heródes, a gonosz uralkodó haragja elől. Végül pedig ismét megjelenik Isten angyala, és arra utasítja, hogy Heródes halála után hazatérhetnek Egyiptomba, Egyiptomból visszatérhetnek a szülőföldjükre. József élete, József adventje, az adventi események tele vannak meglepetésekkel, meglepő fordulatokkal. Ez a mai adventi üzenet első fontos gondolata. József meglepő adventje. József története arra ad példát, hogy Isten éppen az ilyen meglepő, olykor érthetetlennek tűnő, vagy éppen botrányos eseményeken keresztül is munkálkodik. És valójában az élet sok területén átélhetünk hasonló helyzetet. Munkahely elvesztése, sikertelen felvételi, csalódás házastársban vagy egy jó barátban. József adventje figyelmeztet minket, hogy Isten titokzatos munkája ezeken a számunkra sokszor érthetetlen, váratlan eseményeken keresztül is tovább megy. De itt van előttünk József örömteli adventje is. Hiszen a következő mondatban már azt olvassuk, hogy Isten nem hagyta magára Józsefet ebben a váratlan és kétségbe ejtő helyzetben. Íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és azt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Meglepő és váratlan fordulat ismét. Józsefnek a kínos eseményekkel, fájdalommal, keserűséggel teli adventje egyszer csak örömteli, boldog várakozásba fordult át. Isten nem hagyta magára, kétségek között. Megszólította, helyére tette mindazt, amit ő addig talán kínosnak érzett, botrányosnak gondolt. A meglepő, az érthetetlen, a kínos és botrányos helyzetből így lett a legnagyobb örömüzenet. Megtiszteltetés József számára mindaz, ami történik vele.
Kiderül, hogy Mária nem egy hűtlen jegyes, hanem az Isten által kiválasztott szűz, aki a Szentlélektől fogant. Isten emberré lett, testté lett, és ennek csodájával szembesül itt József. Isten ígéretei beteljesedtek, az ószövetségi nagy advent most ért a céljához. Az Isten már nincs távol, hanem egészen közel jött. A mindennapi eseményekben életünk részévé lett, a fogantatásban, a születésben, az emberi életben van velünk. A test, a húsvér valóság szintjén látogatott meg minket az Isten. És íme József ezzel a csodával szembesül. Advent tehát azt is jelenti a számunkra, hogy minden váratlansága ellenére mégis reménnyel és örömmel teli. A Bonyhádi Református Egyházközség 130 egyházfenntartót számol. A templomban 30-35-en szoktak lenni vasárnaponként. Karácsonykor, szenteste délután 4 órakor találkoznak a járványügyi szabályok betartásával.